Augusztus 1 nevezettnek nevezhetnek mindazok, akik szeretnének részt venni a Nemzeti Művelődési Intézet és a Féja Géza Közösségi Ház együttműködésében szervezett 5. Komárom-Esztergom megyei fotópályázaton. A fotópályázat már 5. alkalommal kerül majd megvalósításra Komárom-Esztergom megyében. A Nemzeti Művelődési Intézet feladatfinanszírozási programjának keretében valósul meg, az Esztergom kertvárosi Féja Géza közösségi házzal együttműködve. A pályázat címe Digitális pillanatok, a világ, ahogy én látom. A fotópályázatnak nincsen tematikus megkötése, egészen az elkapott pillanatoktól kezdve a természet fotóig minden pályaművet szeretettel várunk. A fontos célunk ezzel, hogy a fotósokat az amatőr, professzionális alkotókat, illetve a különböző vizuális műhelyeket összehozzuk egymással, fejlesszük a vizuális kultúrát a megyében, lehetőséget teremtsünk arra, hogy a megye fotókban, fényképekben is bemutatásra kerüljön, és egészen augusztus 1-ig várjuk a jelentkezéseket. A jelentkezéshez szükséges egy jelentkezési lap kitöltése, illetve egy nevezési díj befizetése. A nevezési lapot, illetve a részleteket a pályázatról mindenki megtalálhatja a Nemzeti Művörödési Intézet honlapján. Beérkezési határidőt követően egy szakmai zsűri fogja a fotókat értékelni. Augusztus 25-től a hollapokon már megtalálhatóak a kiválasztott fotók amiből majd készül egy kiállítás, illetve vándorkiállítás. A szeptember 4-én megrendezésre kerülő megnyitó során ezekből a fotókból egy kiállítás fog megvalósulni. A szeptember 4-én lesz a megnyitója Esztergom kertvárosban, a a közösségi házban. Ezt követően egy vándorkiállítás is kezdetét veszi a megyében. Három helyszínen tervezzük ezeket a vándorkiállításokat megvalósítani első három helyezett oklevelet, illetve ajándéktárgyakat fog kapni nyereményként, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó lehetőség, hogy a megyében minél több helyen megismerik majd az alkotásokat, terveink között szerepel, hogy például a kapunyitogató programsorozaton is bemutassuk ezt a fotókiállítást.